Német Edvárd vagyok, a Talpalatnyi Történetek blog egyik szerzője, és az életünkben nagyon sokat foglalkozunk ökológiai témákkal, az élet legkülönbözőbb területein is erről fogunk mesélni. Én pedig Kocsis Dóra vagyok, a helyi idény vegetáriánus Zero Waste Konyha szakácskönyvnek a szerzője, és az Edvárddal közösen én is a Talpalatnyi Történetek blognak az egyik szerzője. Miután így összekerültünk Dórival, úgy döntöttünk, hogy kimegyünk dolgozni Skóciába, és ami pénzt ott így megtakarítunk, abból így addig utazunk, amíg tart ez a pénz. És hát ez egy majd egy éves utazása volt elég, hál' Isten jó sokat kellett dolgozni ott az étterembe. És hát ez alatt az egy év alatt gyakorlatilag végig csak nyugatra mentünk, és hát körbe mértünk a bolygón. Nagyon-nagyon sok országban jártunk, különböző kultúrákat, vallásokat láttunk, és hát bár akkor még jobban érdekelt minket az ember, illetve az emberi közösségnek így a mozgatórugói, de már akkor így nagyon erősen elkezdtük vizsgálni azt, hogy hogyan viszonyul az ember így a többi élőlényhez, a környezetéhez, a teremtett világhoz. Klasszikusan két kicsi hátizsákkal elindultunk, és közlekedtünk stoppal, busszal, mindig helyi közlekedést választottunk, és már ott is nagyon fontos volt az, hogy például ne használjunk mondjuk PET palackot. És vettünk egy víztisztítót, és akkor olyan helyeken is meg tudtuk inni a vizet, ahol elvileg nem ajánlatos, tehát Nepálban is, mondjuk egy ilyen kis faluban, illetve vittünk magunkkal, nem tudom, saját dobozt, meg étkészletet, tehát hogy ilyen nagyon alapvető dolgokat. Kanapé szörföltünk, és családok fogadtak be minket, az életmódunkat, ami nem csak a hulladékmentességen, hanem a minimalizmuson, meg az egyszerűségen alapul, azt nagyon sok olyan egyszerűen élő családnak köszönhetjük, akiknek sikerült belelátnunk egy-két hétre az életébe, és hogy mennyire kevéssel boldogan lehet abszolút élni. Azokban az országokban, ahol pedig jártunk ott meg, hát láttuk azt, hogy folyókat szennyezel, hegyek, gyakorlatilag szeméthegyek vannak, az állatok abból esznek, a körül játszanak a gyerekek, és ez egy nagyon-nagyon megdöbbentő élmény volt számunkra, és akkor, amikor hazajöttük, akkor igazából eldöntöttük, hogy mi nem szeretnénk ebben részt venni, és elkezdtünk olyan utakat, alternatív utakat felfedezni az itthoni életünkben is, és aztán később az utazásainkban is, amivel szinte nullára tudjuk csökkenteni a mi közvetlen hulladékunkat, tehát azt a hulladékot, amit mi közvetlenül termelünk, amit mondjuk egy-egy vásárlás alkalmával a mi saját döntéseinkkel meg tudunk akadályozni, hogy hozzánk kerüljenek. Az utazásoknak a hatására, meg azért, mert nagyon sok kérdést kaptunk arról, hogy na jó, akkor mi az, amit vegetáriánusként lehet úgy enni, hogy kifejezetten csak helyi és idény alapanyagokból készültek. Megszületett a könyv, amiben nem csak receptek vannak, hanem kifejezetten figyeltem arra is, hogy utána járjak és összegyűjtsem azt, hogy egyáltalán mik azok az alapanyagok, amik Magyarországon teremnek, és hát nekem is okozott egyébként meglepetést a kutatás. Megdöbbentő információkhoz jutottunk. Nekem az egyik legsokkolóbb az, hogy például lencsét nem lehet Magyarországit kapni. Ami egy ilyen döbbenet, mert hogy szerintem én azt gondoltam, hogy a lencse az ilyen nemzeti étek, és hogy szilveszterkor legalább mindenki azt teszi, de amúgy is elég sokszor eszünk lencsét szerintem. Meg hajdinát is nagyon nehezen találni, ami pedig mondjuk az őrségnek volt egy nagyon-nagyon jellemző étele. Ellenben mondjuk csicseri borsot, vagy magyar rizst, azt például lehet venni Magyarországon. És ezek ugye... Ezeket a könyvvel fedeztük föl, meg én is úgy fedeztem föl, hogy elkezdtem ugye kutatni, hogy akkor mi az, ami tényleg helyi és idény. Éppen azért, hogy sikerüljön visszatalálni ahhoz, hogy minek mikor van a szezonja, ugye 4 évszakra bontottam, és éppen ezért több mint egy évig készült ez a könyv, mert hogy végig főztem itt ebben a konyhában, ahol most vagyunk, és a nappaliban egyébként csak természetes fény használatával végig fotóztuk ugye az ételeket, meg az alapanyagokat, úgyhogy minden évszak előtt talál egy alapanyag, nem csak táblázat, hanem ugye egy képekkel illusztrált alapanyaggyűjtemény, amiből megtudhatjuk azt, hogy mikor van annak az adott zöldségnek a szezonja, és mindegyik recept az ezekből az alapanyagokból készül. Hazahoztam olyan ízeket az utazásokról, amiket abszolút meg lehet csinálni hazai alapanyagokkal. Tudunk inspirálódni más kultúrákból, egészen más fajta használatára a krumplinak, a kukoricának, a répának, a céklának a levelére. Sokkal színesebbé teszi a táplálkozásunkat az, hogy mindig mást fogyasztunk. Tehát nem az
az van, hogy a reggeli az mindig paradicsom, paprika, vajas kenyér egész évben, hanem ugyanúgy akkor az édes krumplit is használjuk, meg a sütőtököt is akár reggeli kence alapanyagként. És hát még egy nagyon fontos része van a szakácskönyvnek, az, hogy olyan részeit is felhasználjuk a zöldségeknek, meg a különböző alapanyagoknak, amiket nem szoktunk. Tehát azt a céklának a levelét, a karalábénak a levelét, a reteknek a levelét, a krumplinak a héját, hogyan tudjuk izgalmasan felhasználni, ahelyett, hogy kidobnánk. És hát jobb esetben pedig mondjuk a komposztba kerüljön, és hát erre is kitérnek a könyvben, hogy mi az a ciklus, amit onnantól kezdve, hogy valaki megtermelte azt az alapanyagot, odáig, hogy hogyan kerül vissza a földbe, és hogyan tudunk belőle minél több mindent felhasználni. A konyhai hulladékcsökkentés egyik legfontosabb lépése az, hogyha a szerves anyagokat, ami keletkezik a főzés során, illetve az étkezésünk során, azt külön gyűjtjük és komposztáljuk. Nagyon-nagyon sok lehetőségünk van már erre, hogy ezt az anyagot felhasználjuk, akár otthon is készíthetünk belőle humuszt, vagy vannak már közösségi hulladékgyűjtők, ahova szerves anyagokat, zöldségmaradékokat be tudjuk tenni. De akár a családunkban is találhatunk olyas valakit, akinek a kertjében tudunk komposztálni. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy visszajuttassuk a szerves anyagot a földbe. Na de térjünk át néhány konkrét példára, hogy mi az, amit mi használunk itt a háztartásunkban, a mosogató sarokban például. Az egyik személyes kedvencem ez a lufatök, ami így a formájából nem egyértelmű, hogy ez tök, mert ez egy ilyen hosszúkás tök, de hogy ez nagyon jó, mert hogy 100%-ig lebomló, és akár hónapokig is lehet használni, hogyha apró darabokra vágjuk, akkor használhatjuk ezt a pulttisztításra, illetve edényeknek az elmosogatására, és hogyha már nagyon elrongyolódott, akkor teljesen mértékben 100%-ig komposztálható. Ezen kívül van még mosogató szappan, amit igazából ugyanúgy használunk, mint egy sima borotválkozó szappan mondjuk, hogy így felhabosítjuk rajta a szivacsot, és utána az edényeket tisztára tudjuk mosni vele. A másik kedvenc szekciónk az a puci keféknek a sora. Itt most három van nálam. Ez a legdurább sörtéjű, ez a makacs szennyeződések odaégett ételmaradékok eltávolítására alkalmas, akár még érzékeny krómozott felületeken is. A másik kettő pedig, aminek egészségügyi hatása is van, az a gyümölcs és a zöldség tisztító kefe. Ez azért nagyon jó, mert hogy különösen, amikor még friss a termény tavasszal, akkor igazából nem kell meghámoznunk, ezzel is csökkentjük a szemetünknek a mennyiségét, és nagyon-nagyon sok hasznos ásványanyag és vitamin a zöldségek és gyümölcsöknek a héjában található meg. A finomabb sörtejét azt a érzékenyebb héjú gyümölcsöknek, barackoknak a lemosására használjuk. A durvább sörtejét meg mondjuk a krumpi vagy a répa lemosásához, ez igazából a pucolástól is megvent minket, úgyhogy sokkal gyorsabban tudunk levest készíteni. Én Németh Edvárd vagyok. Én pedig Kocsis Dóra. És házaspárként arra törekszünk, hogy mind jobban megismerjük azt a hálózatot, ami összeköt minket ebben a világban, és hogy felismerjük azt, hogy az egyéni döntéseink, a vásárlásaink, a szolgáltatások, amiket fizetünk, az bizony hatást gyakorolnak a világ különböző szereplőire, más emberekre, messzi kultúrákra, akár életközösségekre is. És arra szeretnénk buzdítani mindenkit, hogyha nem is vizsgáljuk meg minden egyes lépésünket, de amikor csak tehetjük, akkor legyünk egy kicsit tudatosak, és nézzük meg a hátterét annak, hogy a következő döntésünk az milyen hatást gyakorol a világra. És hogyha kicsinek tűnik esetleg az, amit egyénként tehetünk, és csak annyit teszünk, hogy amikor a szupermarketbe megyünk, akkor viszünk magunkkal saját zacskót, ahelyett, hogy leszakítanánk egy újabbat, akkor gondoljunk arra, hogy sokkal nagyobb eredményt érünk el azzal, hogyha több millió ember tesz egészen kicsi dolgokat, és mindig egy lépéssel többet azért, hogy megóvjuk ezt a bolygót, meg az életközösségünket, mint hogyha 10 olyan ember van, aki tökéletesen hulladékmentesen él. A táplálkozással kapcsolatban pedig érdemes újra gondolnunk az étkezéshez való viszonyunkat, illetve a főzési szokásainkat, és ahelyett, hogy egy recepthez minden hozzávalót beszerzünk, lemegyünk a szupermarketben és megvásároljuk őket, ahelyett érdemes
körbenéznünk a konyhánkban, megnézni, hogy mi az, amiből most tudunk főzni, és a recepteket pedig csak használjuk inspirációként azokhoz, amik már amúgy is megtalálhatók a konyhánkban, és így sokkal kevesebb élelmiszert fogunk kidobni és pazarolni. És hát legyünk kreatívak, és ezt a hulladékmentes életmódot pedig egy örömteli alkotó folyamatként éljük meg, és nem pedig lemondásként. Hol találkozik a múlt és a jövő? A jelenben. Ne csak figyeljük, legyünk aktív részesei a fejlődésnek. Mert minden lépés egy befektetés is a környezetünkért, a világért. Ne csak legyen, tegyen is a jelenben a jövőért. Raiffeisen Bank a fenntarthatóságért. A jövő időben.